tékozló fiú történetével kapcsolatban azt szoktuk mondani, hogy ennek a történetnek a főszereplői egyfelől a tékozló fiú, másfelől az atya, és a harmadik pedig az otthon maradt fiú. Testvérek, ez hiba. Mert ennek a történetnek egyetlen egy főszereplője van. Az atya. Ebben a történetben mindenki más, csak másodlagos szereplő. Egy főszereplője van ennek a történetnek. Az, aki a ház. Az, aki a vagyon. Egyetlen egy központi figura van, és Jézus őt akarja, egyedül őt a szemünk elé tárni. Mert a kisebbik fiút, akiről én magam is olyan sokszor beszéltem már, az, aki eltékozolja a vagyont, az, aki elmegy távolra, az, aki ott mizerábilis, borzasztó körülmények között magához tér, azt ismerem. Miért kellene erről most többet tudnom? Hát elég kimennem. Elég szétnézem a világban. Hát hány ilyen embert ismerünk, ugye? Őt nem kell bemutatni, mert ő lehet, hogy itt van a templomparkban. Meg hát fölmegyek Budapestre és látom a sok tékozót. És ha belegondolok, ha nem csak a vagyont nézem, hanem a lelki vagyont, hát akkor is ismerem azokat, akik nagyon-nagyon messze kerültek az Isten házától, a hajléktól. Akik kikértek mindent és hátat fordítottak az Istennek. Őket ismerem. Ismerem a duzzogókat is. Azokat, akiknek egyetlen egy hála szó nem hagyta még el az ajkát. Akiknek semmi sem jó. Hát azt is ismerem. Hát én is az vagyok. Hát én is hányszor van, hogy ahelyett, hogy megköszönnék valamit, olyan furcsa és majdnem, hogy bizarr látásom van, hogy csak a rosszat veszem észre. A hibát. Hát őt is ismerem. Elég nekem tükörbe nézni. Jézus nem arról akar beszélni, hogy én ki vagyok, hát ezt én jól tudom. Hogy kicsoda a szomszédom, azt is jól tudom. Egy valakiről akar beszélni, akiről elfelejtkezik a világ, akiről egyre kevesebbet tudunk, az atyáról. Értitek? A főszerepben az atya. A főszerepben, akitől minden függ és minden visszatalál, az atya, a gazda, az Isten. Istenről szól ez az ige. Istenről tanít. Főszerepben az Isten, akinek az a legfontosabb és a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy szeret. Ezt tanítja nektek, nekem, 2000 év távlatából a tékozló fiú történet. A szerető Istenről szól. Mert nézzétek meg, mennyire szereti a gyerekeit. Mindkettőt szereti. Ki fog derülni? Ugyanazzal az erővel szereti. Különböző árnyalatokkal, de ugyanazzal a színnel van megfestve az atya szeretete. Még egyszer, különböző árnyalattal, de ugyanaz a szín. A legcsodálatosabb szín, amivel megvan Krisztustól festve az atya szeretete. Nézzétek meg, hogy szereti a kisebbiket. Eléje áll a kisebbik, a fiatalabbik. Kijelenti, atyám, add ki nekem a vagyonból a rám eső részt. Miért? Azért, mert szabad akar lenni. Abszolút szabad.
tökéletesen szabad. És ennek az útjában van az Atya. Add ide a rámeső részt, mert engem te és ez a ház korlátoz. Ezért most elvágjuk a kötelet. Add ki a vagyon rámeső részét, és mostantól kezdve te nem létezel, mert örökséget mikor szoktak kapni? Akkor, amikor már nem él a szülő. Te meghaltál számomra. Akadályoztad az abszolút szabadságomat. Meghalsz számomra. Te nem kell lesz, csak minden, ami tőled van. Ugye ismerős? Isten nem kell, mert korlátoz. A Biblia nem kell, mert szabályoz. De mindaz, ami Istentől és a Bibliából jön, az kell, mert az jó. Kell az ajándék, de nem kell az ajándékozó. Mennyire ismerős, ugye? Ez a szellemiség, ez a látás. Szóval, szabad akar lenni ez a fiatal, és azt mondja, most már semmi közünk nincs egymáshoz. És mennyire szeret az Atya?